felszabadított rabszolgák egy része keresztény vallást választott, és azon belül is baptisták lettek. Biztos láttatok már olyat filmeken, hogy egy afroamerikai lelkész áll a templomba, és mögötte egy nagy kórus nagy lepelbe, és éneklik a halleluját, és dicsérik az Urat. Ez a gospel kórus. És volt egy blues zenész, Ray Charles, aki hallotta ezt a zenét. Egyébként ő két nagy vakzongoristát ismerünk így a zenetörténetbe, aki világhírű lett. Az egyik a Ray Charles, a másikról kicsit később beszélek. Ray Charles ült a templomba, és hallgatta, hogy az Isten dicsőítő zenébe több szólamba énekelnek. És ő a blues zenét összekeverte a templomi zenével, és kivitte az éjszakai mulatókba, és létrejött egy új zenei stílus, a több szólamú vokállal együtt, ez volt a soul zenei stílus. A soul zene az első olyan állomás, amit meg szeretnénk nektek mutatni, három különböző fejlődési fokozatában, de először legyen Ray Charles. Na akkor nézzük meg, hogy tud ez a terem tapsolni, és hogy zúg ez a terem. Én hármat számolok, ti nyomjatok egy nagy tapsot. Egy, kettő, három! Tényleg egy volt. Akkor egy bátor, nagy, hosszú tapsot. Egy, kettő, három! Nagyon jó. Az van, hogy mivel ez egy popkoncert, és az én zenésztársaim már hátul izgatottan várják, hogy feljöjjenek, ezért popzen, tehát ez a tapsolás nagyon szép volt, hogyha egy Bartók vagy egy Haydn darabot mutatnánk be, de hát, hogy itt nagyon popzenét fogunk játszani, tehát akkor picit éljük bele magunkat. Egy olyat szeretnék kérni, hogy hármat számolok, nagyon tapsolsz, és egy kicsi sikítást kérek bele. Egy, kettő, három! Így van, ez a zenedének a hangulata. A taps ne álljon, meghagy, menjen, hölgyeim és uraim! A basszusgitárnál Köpöncei Dániel, tapsoljuk meg! Zongoristánkat szeretném felhívni a színpadra, aki hát nem csak nálunk, hanem a Well Hello együttesnél, vagy Kovács Katinál is játszik. Hölgyeim és uraim, Kovács Felicián! Több országosan ismert zenekarban játszik, de jelenleg a Fiesta turnét nyomja. Itt van velünk, gitározik, hölgyeim és uraim, Nagy Zoli! És a házhoz megy a zene, de frontembere, énekese, aki többek között az István a Király nagy produkcióban is részt vett, ő volt Koppány vezér, itt pedig nálunk Gergő vezér. Boric Gergő, most jön az a sikítós taps! És ahogy mondtam nektek, az első állomás, amit szeretnénk megmutatni nektek, az a soul zenei stílus, mégpedig Ray Charles zenéjével. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more. Don't you come back no more. What you say, hit the road, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more. Oh, no, woman, don't you dream so mean. You're the meanest little woman that I ever seen. I guess if you said so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, yeah. Egy kis tapssal lehet minket segíteni, gyere! Gergő mutatja! What you say in the road, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. In the road, yeah. Don't you come back no more. 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 Nagyon szépen köszönjük! Megyünk is tovább, de úgy látom, hogy kell egy kis tanfolyamot tartanom tapsolásba. Magyarország, a csárdás blokk és a magyar népzene hagyományain élve, az úgy néz ki, hogy így tapsolunk mi magyarok. Amerikába, és ahonnan a fekete zene jön, ott úgy szoktuk mondani, hogy 2-4-re tapsolunk. Tehát, hogyha 4-ig számolok, 1-2-H-4, 1-2-H-4, gyere! 1-2-H-4, és ha figyelitek majd a kezemet, amikor dobolok,
font a pergődobra tudsz, 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 tudsz. Tehát amikor együtt tapsolunk, tegyétek meg nekünk, hogy akkor nem a magyar népzenei alapokat tapsoljuk, hanem az amerikai alapokat, de a Gergő mindig fogja mutatni ezeket a tapsolásokat nektek. Hát a következő állomás, mindig a szózenén belül vagyunk, James Brown, afroamerikai énekes táncos. Hát ez az ember, ez valami újat talált ki. Azon túl, hogy énekelt, nagyon komoly lábtechnikával rendelkezett, felugrott 1,5 méter magasra, spárgába le, nagyon pici, apró lábmozdulatokkal egy új tánc stílust hozott létre. Ráadásul az ő éneklési stílusa és a swing zenei blues alapok keveredik a soul zenével, és egy modern változatban létrejött a funky zenei stílus, a 60-as évek úgymond pop zenéje, populáris zenéje, amire táncoltak. Fogunk beszélni Michael Jacksonról, és Michael Jackson figyelte, és nagy példaképe volt gyakorlatilag James Brown Jacksonnak, de erről később. Jöjjön James Brown 1961-ből! Hey, I feel good, and I know if I were mad, I feel good, and I know if I were mad, so good, so good, I got you. Köszönöm.